Nekem igazából most lett elegem az egészből. Abból a szempontból, hogy ezt tovább nem csinálhatják velünk a kihívók. Nem akarok még egyszer dönteni, őszintén. Nincs kedvem beküldeni valakit, mert beküldtem Danit, és ezért ment haza. És én küldtem be. Az én felelősségem volt. Danival akartam végigmenni a legjobb 8-ig, és ez már biztosan nem fog megtörténni. A döntés jogosságát eldönteni is, hogy jó döntés volt, az igazából a párbaj után derül ki, és én úgy gondolom, hogy most nem a jó döntést hoztam meg. Lehet, hogy nem kell volna Danit beküldenem egy harmadik párbajra is, mert lehet, hogy elfáradt már úgymond fejben, és ennek köszönhető, hogy kiesett. Örülök annak természetesen, hogy Bazsi visszajött, hiszen egy párbajból mindig az erősebb versenyző jön vissza, de azt nem is tagadom, hogy Dani állt úgymond a legközelebb hozzám, hiszen a kezdetektől már együtt harcolunk a kihívók ellen, és nagyon rossz érzés volt őt elveszíteni a mai nap. Most jutottam én el személy szerint arra a pontra, hogy nem érdekel. Történjen bármi, szakadjon le a lábam, törjön el a gerincem, én végigfutok és ledobom azt a szart, amit oda tesznek a végére, mert most már pár elegem van. Feltörlik velünk a padlót. Szó szerint egyetlen egy napot tudtunk megnyerni, amikor Bazsék bejöttek. És onnantól végigvertek minket. Ez a harmadik végjáték, amit Zsinórban elveszítünk. Ilyen nem történt még meg. De az se, hogy kettőt elveszettünk volna egymás után. És most már nem tudom én se szépen mondani, és egyébként, amikor Franci volt bent, ő kezdte el, hogy ne finomkodjunk. Akkor most már nem fogunk finomkodni. Engem most már nem érdekel, ha lesz sírás, legyen sírás. Aki ezt megérti, azt megérti. Aki nem, azzal én már nem tudok mit kezdeni. Menni kell most már előre, történjen bármi. Ha fáradtak vagyunk aznap, ha fáj valamink, akkor is menni kell, mert most már ez tényleg unalmas, hogy mindig azt mondjuk, hogy holnap. Most már az unalmas, hogy tényleg mindig azt mondjuk, hogy jó volt pedig, nem úgy jött ki a lépés. Ne hazudjunk, mert ezek mind hazugságok most már. Ezt így nem lehet tovább, ezt ki kell mondani most már. És nyilván tényleg van olyan, amikor mindenki akar és mégsem jön össze, de akkor se azt mondjuk, hogy ez most nem így jött ki, hanem szívjuk fel magunkat, egymást, saját magunkat, mondjuk azt, hogy ez most volt, ez most nem volt elég, mert ha azt mondjuk, hogy majd holnap, azt nem fog felszívni magunkat. És aztán eltávozik még egy, és azt veszük észre, hogy nem lesz bajnok a legjobb 8-ban. Azt semmiféleképpen sem engedhetjük meg. Úgyhogy ezt most, amit Bazsi mondott, meghúzunk egy vonalat. Aki lemarad, az sajnos lemarad. Most már ott tartunk, hogy nem tudjuk ápolgatni azokat, akikben nincs meg. Menni kell előre. Jövő héten, amit Laci mondott, Dominika, már ott elkezdjük ezt. Tök mindegy, hogy egyesülünk a kihívókkal, egyesülünk újra, de továbbra is úgy tekintünk rájuk, mint az ellenfeleink. És még egyszer mondom, senkit nem akarok most már párbajba beküldeni. Senkit. Köszönöm. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra. Itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.